Jól vagy? Itt laksz valahol? Nem? Itt laksz? A környéken? Itt a József Attila lakótelepen? Nem vagy jól. József Attila lakótelepen járunk, ami állítólag az ország egyik legkedvesebb, legszerethetőbb, legzöldebb lakótelepe. Nem volt ez mindig így, 60 évvel ezelőtt ezt úgy hívták, hogy Mária Valéria telep, és egy borzalmas nyomor telep volt. Viszont az elmúlt években azt mondják a helyi lakosok, hogy elindultunk vissza az időbe, és a József Attila lakótelep és bejárata egyre inkább kezd hasonlítani a régi Mária Valéria telepre. Nézzük meg! Ez itt a József Attila lakótelep bejárata, és egyben egyik főtere, az Ecseri úti metró megálló. Mi szokott itt lenni? Milyen állapotok? Hát este, gondolhatja. Végig ülnek, meg fekszenek a padokon, meg vér folyik ott van, meg lehet látni. Ez azért van ott a homok, mert hát vér volt? Bizony. Olyan alakok vannak ott, hogy szédületes volt. De ez mindenhol, az egész lakótelepen. Sokszor a kedvesemnek szólok, amikor itthon van, hogy jöjjön ki értem autóval, két utcával arrébb rakom, mert nem merek végig menni. Úgyhogy csak nappal merek erre jönni, különben nem. Igen? Igen. És már... régebben jobb volt? Sokkal. Mi történt, uram? A múltkor például itt a homokot nem tudom, látják-e, igen. Tehát itt egy késelés volt. Két éve van, amikor azóta van, hogy nagyon eldurvult, illetve a legdurvább, amióta itt már verekedések és vérefolyó dolgok vannak, amióta átszivárogtak ők a Hős utcától és a környékről. Tehát most egyre beljebb mennek a lakótelepen, nem csak itt az Ecserin. Ecserin mindennapos. Hús legyen! Ilyenkor szerintem fogalma sincs, hogy kihez beszél. Na most, hát ugye... Hát szép a fejéd, annak a kurvának. Na még egyszer. Hús. Bemennek a... Ne haragudjon, interjút készítünk. Mi a probléma? El tudja mondani? Igen, tudja mondani? Szájba vágtak. De miért? Miért? Miért verték meg? Mert nem tudom fizetni. De miért kellett volna fizetnie? Hogy itt lakoljak. Ennek a nagyvárosnak vannak lepukkant részei, meg voltak lepukkant részei. A József Attila lakótelepen ennyire meglepő, hogy ide betör a külvárosi életérzés? Mikor ide költöztem, aznak 5 éve, és az egész úgy nézett ki, mint egy kis falu. Ez, mint egy kisváros. Ez tényleg egy olyan kis közösség volt. Egy olyan közösség volt, ahol az ember nem mert eldobni egy csikket. Tehát, hogy itt mi van, ez... Drogosok miatt lett ijesztőbb ez a hely? Igen. Igen, ez egy nagyon élhető lakótelep volt. Tehát itt bátran el lehetett engedni a 8-9 éves gyerekeket játszani. Itt én 91 óta lakom itt. Uh-huh. Ez egy nagyon békés és nagyon szép lakótelep volt. Múltkor itt a Spárt akarták kirabolni. Itt állandóan el vannak ájulva a kábítószeresek, tehát nagyon elfajult ez. És itt. Milyen kábszer megy itt téren? Én nem tudom, meg én nem élek vele, csak ritkán, érted? Megmondom a frankót, de amit ők színnek, zombik lesznek tőle, nem nincsenek tisztában azzal, hogy mit művelnek, hát tényleg is valahogy de igen. De ez herbál leginkább? Igen, azért vannak tőle. Tehát itt a petekert, Így van, pontosan. Aha. És tényleg nagyon sok a balhé, nagyon elfajultak a dolgok, pedig ez egy normális környék volt, meg minden. Te merre laksz egyébként? Én nem itt lakok, én Csepelen lakok. Ott megy a pisi. Az úriember elvégezte a dolgát. Itt már olyan szinten be vannak ezek az emberek ájulva, hogy már azt sem tudják, hogy mit csinálnak. Ha szabad közbeszólni, nyugodtan. Két gyerekkel voltam itt, ő vele is az iskolatársával, és itt tolta le a gatyáját, az alsó gatyáját. Egy hajléktalan hapsi, és készült valaminek, a gyerekek halálra ijedtek. Ez a herbál, amitől ilyen speciális hangulata van az Ecseri úti metró megállónak, ez tulajdonképpen szintetikus fű, szintetikus marihuána. A fűnél akár 20-30-szor erősebb a hatása,
így aztán miután elpattintottak egy ilyen cigarettát, zombivá válnak tőle az emberek, kell pár perc, akár 15 perc, hogy összetudják szedni magukat és két lábra tudjanak állni. Ez először elég ijesztően néz ki. Szoktál itt lenni? Ezen a helyen? Igen, itt szoktál ide járni? És miért ide jártok? Ezek a herbálfogyasztó zombik teszik igazán ijesztővé a lakók számára az Ecseri úti metró megállót. 8. kerületből, 10. kerületből kiszorítják őket, és keresnek egy olyan helyet maguknak, ahol nem zavarják őket. Nekünk is elromlott itt a helyünk, ez miatt, a drogosok miatt, minket se támogatnak. Azért előtte is voltak itt hajléktalanok. Ők a saját hajléktalanaink voltak, akiket segítettünk, akikre odafigyeltünk, akiknek mindig vittünk élelmiszer, tehát ők nem bántottak senkit. Megmondom őszintén, hajléktalanok vagyunk mi is, de itt, ami itt van, az már egy kicsit túlzás. Aha. Néha fél az ember. Este nem is nagyon szokunk erre felé mászkálni, mert félünk. Félnek az emberek, nagyon tőlük. Már nagyon drasztikusak. Van vannak úgy állva, hogy azt tudják, hogy merre kell menni arccal. Ez nagyon komoly dolog. Aha. Aha. És nem szabad belőle kikötni, mert együtt megver az ember, a többi meg agyon mered. Ide folyamatos rendőri jelenlétet kellene betenni, ugye, hogy az egyes villamosnál a Zrínyi Nemzetbiztonsági Egyetemnél. Hát most nem tudom, mi kell még ahhoz, hogy valaki egyben intézkedjen, mert mindenkinek hát azt gondolják, hogy nem a hatásköre. Tehát tettünk mi már, írtunk levelet az önkormányzatnak, 1600 aláírással tavaly elkötünk egy petíciót, ez többfajta féle fényképpel alátámasztottuk, amit így gyűjtöttünk nagy részben, illetve a Pöttyös utcai metró megállónál. Erre semmiféle reakció nem jött, illetve hát volt egy ilyen látszatintézkedés egy-két hétig. Nem tudom, mi az oka, hogy ennyire amortizálják, de ezzel valamit kezdeni kell, mert tarthatatlan.